Könyörgöm, segítsetek már elmagyarázni annak a lelki világát, ennek az embernek a lelki világán. Állunk a lámpánál, Szentendrei út, begurul mellén Verstappen, el van veszve a telefonban, mint a Titanic az Atlanti óceánban, bele van süllyedve, kész. Zöld, elindulunk. Verstappen beragad a rajtnál, de azt a rajt program, üveg megmutassa, hogy a Szentendrei útnak mit tud a TSI. Ő elindul üveg, bevág mögém, szélárnyékot vesz, kimegy jobbra, a lekanyarodó sávon, bejön elém, satufék, és nyert. Mindezt 200 méteren úgy, hogy az egyik lámpától látod a másikat. Hogy tényleg, az ilyen embernek milyen lelkivilága van? Mindezt csütörtök reggel, 7:30. Nincs egy órája pont, hogy elolvastam, azt hiszem a Suzuki-nak volt egy ilyen közvélemény kutatása, hogy mi a legnagyobb probléma a hazai utakon, és az agresszivitás egyértelmű. Tessék, itt van. Ő nyert. Ezen a 200 méteren ő nyert egy autónyi távolságot, de tényleg. Ez ilyen, miért nem hallgat reggel ennyiát, vagy a szférák zenéjét? Komolyan mondom, ezt néha nem értem, hogy ez most mire volt jó. De. Mindegy.